lett. És jó meglepetést okoztunk Erikának, hiszen ő is, hogy is fogalmaztál, megláttad magad? Te jó Isten, tehát körülbelül ugye, hogy ilyen hajad is volt. Tudod, bungee frizura, azt mondtam konkrétan. De megyünk tovább egy kicsit az időutazásban, mert úgy körülbelül 15 évvel ezelőtt azt a feladatot kapta Bence Ilona színművész, hogy egy színpadon kell énekelni egy szilveszteri buliban, vagy rendezvényen Erikával, és hát azt gondolom, hogy bármennyire ismert művésznő valaki, Ilona, köszöntünk szeretettel, akkor úgy hirtelen sziszten egyet, ugye, hogy az Erikával egy színpadon? Én levegőt volt... nem kaptam. Nem csak te. Miklós Erikával és Haumon Péterrel kell, a Péterrel már nagyon régóta játszottunk együtt, meg énekeltünk együtt, de az, hogy a Miklós Erikával énekelje, ma éjjel táncolnék, emlékszel? Meg macska duettet, meg nem tudom. És akkor mondtam, hogy ezt hogy van Erik? Majd azt ők tudják, hogy ez hogy van elképzelve, én csak bízzak magamba, és akkor ez vagy. Na most egész éjszakát együtt töltöttük, mert ez egy ilyen vetésforgós szilveszteri műsor volt, hogy különböző színházakba mentünk, különböző időpontokban, és ott mindenütt azt a blokkot csináltuk, amit mi bepróbáltunk. Az életem egyik legszebb szilvesztere volt. El kell, hogy mondjam, mi annyi... Izgalmas volt, igen. Egy buszt béreltünk, és azzal mentünk körbe-körbe mindig a színházakba, igen. És hát azért Haumon Péter is tudjuk, hogy jó humorú ember, tehát nem egy szomorú. Nem lehet unatkozni mellett. Igen. És hát ez az egész felállás izgalmas volt, tehát a prózai színészekkel, ugye énekes színész és az opera énekes, ez nagyon érdekes volt. És tényleg annyit nevettünk, és annyit igen. szórakoztunk, és olyan jól sikerültek az előadásaink, szerintem amilyen volt a legjobb. Igen, ezt egyébként megerősíti Haumon Péter is, aki ekkora csókokat dobál. Igen, köszönjük szépen. Kiszállva a buszból megmaradt a... Ez barátság? Igen. Igen. De nem, mi sem találkozunk olyan sűrűn, mert kimaradt az életünk. Én nagyon sokat utazom, vagy utaztam a kislányom születéséig, és igazából ugye a napi találkozások ritkulnak, de az Ilona egy párszor eljött utánam külföldre. Elmentem. Is. A közelbe így ide, oda Bécs, meg Zürich, tehát úgy igen, de hát ugye azért, amikor tengeren túlra megy az ember, az már egy nehezebb dolog, de szerintem úgy, ahogy most nagyon régen nem találkoztunk, ugyanolyan volt, mintha tegnap igen. ott ülnénk valamelyik bécsi étteremben. De ő közben jött a Madách Színházba. Macskák előadásban meghívták, nem tudom, 20 éves évfordulót, vagy valami nem tudom, és akkor ott is énekeltünk együtt Grizabellát, úgyhogy ilyenek a mi találkozásaink, majdnem minden alkalommal munkatalálkozások. Tehát hát ilyen az igazi szeretet, amikor valaki főpróba héten van, nagyon elfoglalt, fárasztó igen. hét is, és mégis azt a szót mondjuk, ezt a nevet, hogy Miklós Erik, akkor azonnal. Azonnal, azt mondtam, így hogy akkor ott most nincs próba, akkor ott most szünet van, és én itt vagyok, mert végre láthatom, végre együtt lehetek vele legalább ebben a pár percben, amíg itt vagyok. A következő kérdés nekem kell föltennem, ez ilyen nőc is kérd. Igen. Milyen hölgy? Tehát hölgy és hölgy között nyilván van különbség. Ön melyikféle fajta? Igen, az biztos, hogy nem véletlen, hogy kik szeretik meg egymást, és kik hogy barátkoznak egymással. Én annyira imádom az Erikának a maximalizmusát, mert én is egy maximalista vagyok, a profizmusát, mert én is törekszem rá egész életemben, hogy profi legyek. Az eleganciáját. Amikor nem találkozunk, akkor is nézem, újságokban nézem a fellépéseit, és gyönyörű, mindig összeszedett, rendez. Ilyen van. Nem kell elnyitni, Erikát, az így olyan ruhákban és olyan hajakkal, mindig minden tökéletes rajta, és én ezt nagyon szeretem. És amit csinál, abban nem találok hibát. És szerintem senki nem talál hibát, az énektanárnőd vagy te, de hát az kit érdekel. Tehát olyan készen létet látok mindig, minden produkciójában, ami nekem hihetetlenül imponál. Én nagyon szeretem, hogyha valaki profi, és ha valaki tudja, hogy mit akar. Köszönjük szépen!